Grand Hotel, guten Morgen. Felküldenek kérem a csomagokért? Grand Hotel, parancsoljon. Kérem, küldessen egy kancsó jeges vizet a 414-esbe. Grand Hotel, Berlin, parancsoljon. Kérem, már is kérem. Pesgős reggelit rendelni két személyre. Azonnal adom. Itt ídem van a 418-asból. Már is kérem. Még egy 335-es. Tessék várni. Repszőt kérek, 830-ra. Taxit kérek, vízünkbe kúrnak. Taxit vízünkbe kúrnak. Grand Hotel, Berlin. Hotel Berlin 1932. Itt soha semmi nem változik. Emberek jönnek, emberek mennek. És milyen nagy lábon élnek, pedig az idő múlik. Elizaveta Grusinskaja, a legendás hírű balerina utolsó turnéján. Rafaela Ottánió rajongótársa. Hermann Preissing üzletember, aki ma számol be a részvényeseinek. Frida Flamme gépírónő, no nem sokáig. Otto Kringelen könyvelő egy kis életre vágyik. A fiatal és jóképű Felix Amadeus, Benvenuto von Geingern váró, arisztokrata és tolvaj. Nincs feleslegesebb dolog a világon, mint egy pénztelen arisztokrata. Jó, igen, ha én nekem, de én a Grand Hotel. Én itt, ő meg ott, ő ott, én meg itt, én itt, ő meg ott. Mindenképp, hogy ez, menjél
Maga persze könnyű beszél. Nem a feleségem átnyoltat? Hiszen tudja, hogy nem lehet előttem. Elveszíteném az állásomat. Nagyon szemben? Tessék? Nem hallom. Igenis, nem múlik semmi. Mostantól kicsit.
Halló, milyen úr? Itt von Geigern. Szeretném megvenni azokat a részvényeket, de szükségem volna még egy kis időre. Hogyne, értem, már nincs idő. Nem, ott a nők sosem fáznak meg, legfeljebb teherbe esnek. Nem, madám soha nem megy ki az utcára nappal. Önnek kell ide jönnie még ma. Ez a legdrágább szálloda Európában, a régi főnököm Preissing direktor úr is itt lakik. Helga, nem! A Preissing család nem ismeri azt a szót, hogy csőd. Küldd el a pénzt, kérlek! Nem, nem várhat, nincs idő! Mondja, ha találok rá vevőt, fizet közvetítői díjat? Kivettem minden maradék pénzemet a takarékból, már alig van idő. Bezsír, már hajtalálok. Hogy de értem. Köszönet a semmi. Nem szokás. Értem. 24 órám sincs. Csokolakás. Igádjon, Friedersdorf. Igen, értem. Már nincs idő. Soha nem okoz csalódást. Hát inkább okozzak csalódást, mint hogy becsapjam a közönséget. Én már nem tudok táncolni. Grusinszkája visszavonul. Mais ce n'est pas possible, enfin, voyons! Je ne peux plus rien faire. Mondják le! Nem tűrhetem, hogy az utolsó pillanatban lemondani előadást, mert eladták jegyek. Nem értem ezt a magyart, olyan akcentussal beszél. Madame Grusinszkája, oh. Isten hozta a Grand Hotelbe. Dieťe... Zvozdočka. Dieťe, jasnaja. Miért beszél hozzám oroszul? Én francia vagyok, csak a nevem orosz. Madame. Merci beaucoup. Nem mondhatja le. Rafael. Mi lesz az eladott jegyekkel? Nagyon rosszul sikerült az amsterdami turné. Kevés jegyet adtunk el, rossz kritikákat kapott. És megbotlott a színpadon, persze egyszerű baleset volt, de most mégis úgy érzi, hogy vége a pályafutásának. Hívja fel ma este! Szó se róla! Madám, én ragaszkodni hozzá, hogy előadást megtartani! Tietito! Mit mond? Olaszul beszél! Ez képtelenség, hogy mi öten nem tudunk találni egy olyan közös nyelvet, amit mindegyikünk megért. Bocsánat, szkúzi, ma szkúzi! Silencio! Semmiképpen sem szabad sürgetni. Madám van nagyon fáradt. Fáradt? Halálosan kimenült vagyok. Viktor, kérem, fizesse ki a társulatot. Legyen nagy stíl. Adja meg mindenkinek, ami jár.
a táncosoknak, a zenekarnak, mindenkinek. De Elizaveta, mivel fizessek? Holnapra meg lesz a pénz. Megígérem. Madám, talán megmutatnak a lakosztályát. Gyönyörű! Elizaveta Grusinska! La prima ballerina del mondo! Mindig a Grand Hotelben száll meg. Egész életemben nagy rajongója volt. Ez nagyon tiszteleteljes ember, de figyelmeztetem a pár órat, hogy már 6 hónapja esedékes a számlája. 7. Utána lesz. Nincs kedve színházba menni ma este, doktor? Színházba? Van egy páholyom a Királyi Színházba, Grusinskaja balett estén. Nocsak! Már nem vonz teltházakat? Nem lenne. Haldokló hagyjukról táncolni egy olyan korban, amikor fiatal férfiak egész nemzedéke pusztul el? Nem, köszönöm. Doktor úr! Ezredes úr! Szükségem lenne a segítségére. Beszéltem a kórházzal. A feleségemnek szörnyű fájdalmai vannak. Fájdalom? Ezt nevezi fájdalomnak? Mit tud a fájdalomról olyas valaki, akit nem ért mustárgáz támadás, és nem sújtott asztalék? Úgy hallottam, önnek csodálatos fájdalomcsillapítói vannak. Hát ez igaz. Az ember még akkor is ének szót hall tőle, amikor már lélegezni is alig tud. Talán felírhatna belőle a feleségemnek. Ne legyen ostoba. A morfium tábori kórházba való. Nem szülőszobába, megárthat a kisbombának. Menjen be hozzá, fogja meg a kezét. Bárcsak megtehetném, de nekem itt kell maradnom. Nagy szükségem van erre az állásra. Úristen, ha elveszíteném. Szegény asszony, micsoda árat fizetnek az életért? Csak hord fenn az orrodat, amíg teheted, te! Fennhéjázó szuka! Nézd meg, van-e postám vagy üzenet, és szólj a recepción, hogy még ma kiköltözöm. Hogyan már megint? Igenis, ezred orvos úr. Álljon meg, kérem! Kérem, én foglalhatom szíven. Kérem, én a Grand Hotel vendége leszek. A nevem Kringelein, Otto Kringelein. Sajnálom, de nincs üres szobánk, uram. De kérem, én foglalhatom. Tessék csak megnézni a könyvet. Kringelein, Otto Kringelein. Hiába foglalhatod, Otto úr, ha egyszer nincs helyünk. Teltházban. Talán vagy elég szállodát a vasútállomás környékén. De kérem, nem érti, ez az én holmim. Hozza ide, kérem is, ültessel. Jöjjön, nyugodtan, nyugodtan. Orvos vagyok. Üljön le is, lélegezzen mélyeket. Kórházban volt? Eljöttem. Megmondták az igazat? Nem volt rá szükség. Kérem, doktor úr, értesse meg velük, feltétlenül itt kell megszállnom a Grand Hotelben. Itt? Az Isten szerelmére miért pont itt? Az élet. Hát nem érti. Elmúlt és nem történt semmi. Mindent elmulasztottak. És gondolja, hogy a Grand Hotelben találja meg az életet? Igen. Uram! Az élet nem villamos, amitán szaladni kell, és az is bizonyos, hogy nem itt rejtőzik. Hívjak mentőt? Nem, nem. Nem. Nincs semmi baj. Egyelőre. Már is sokkal jobban érzem magam. Köszönöm, doktor. Maradok. Még egy napig. Na. Kérem, fiatalember, ritkán fordul elő velem, hogy ilyen rosszul leszek. Nagyon ritkán. Emiatt nem kell aggódniuk. Nézze csak. Most is mennek el, viszik a bőröngyeiket, és nekem mégsem akarnak szobát adni. Vagy talán a Grand Hotelben nem szállhatnak meg zsidók? Biztosíthatom róla, hogy Rothschild báró. E pillanatban is odafent tartózkodik az Albert Herzeg lakosztályban. Uram, vannak zsidók, és vannak zsidók. Rothschild báró családunk régi barátja. Talán megkérhetném, hogy járjon közbe az úr érdekében. Lenne báró, kérem, ne zavarja báró. Hogyan? Maga báró? Na látják, igazam volt. Hát ez a Grand Hotel. Már is találkoztam egy igazi báróval életemben először, pedig még csak a halban ülök. Úgy hiszem,
Feltétlenül szólnom kell Rothschild báró. Talán megnézem még egyszer a nyilvántartást, uram. Nagyszerű, hogy ez nekem miért nem jutott eszembe. Mondja, senki nem figyelmeztet, hogy itt minden kétszer annyiba került. Nekem már nem kell a pénz miatt aggódnom, báró úr. Értem, megkereste magáét, most jöjjön a bor, meg a nők. Várjunk még, egyelőre szobám sincs. Mindjárt utána nézek. Látják? Haldoklik és élni akar. Én élek. De minek? Kórház, temető, választéknak sivár. Így hát vonatra száll, két szem cél vár. Érzem van időt, de csak pár percnyi már. Ennyit adhatsz halál, hisz ez még nekem világ. A lelkem Berlinbe fányagodott, csodás, hogy itt ült, s nem fekszem ott, más már nem érdekel, más sem kell. Varázslat külle bevár, valódi vagyon, mint tőlem vár.
szar sincs, legyen! Mondta már neked valaki, hogy olyan szép vagy, mint a pici színpadtól. Madame, hallgassa csak meg, hogy mit ír újság. Soha nem akarunk búcsút venni a világ legnagyobb prima balerinájától. Ő minden idők legnagyobb táncosnője, tűz és jég, a szenvedély tüzét viszi a szerepeibe, és a tökéletesség jegyét a technikájába, ó Sándor! Ezzel engem te nem csapsz be. Ez egy régebbi kritika. Igen. Még az előző búcsú fellépésem idején. Jó, igen, de ma is igaz, tűz és jég. Tűz és a jég nem botlik meg a színpadon. Baleset volt. Túl sok baleset ér engem mostanában, Viktor. Próbálj megérteni. A világ az megöregedett. Te is megöregedtél. Sándor is megöregedett. A közönség is megöregedett. És táncolni csak azt tud, aki fiatalnak érzi magát. És én velem semmi olyasmi nem történt az utóbbi időben, amitől én fiatalnak érezhetném magam. Ideje visszavonulni. Nem táncolok. Tehát még a kakas ülőre is eladtak minden jegy. Egész éjszaka sorban álltak a pénztár előtt, sőt, kint aludtak az utcán. Nem, nem, a függönynek fel kell menni. Erre való a második szereposztás. Az emberek nem a második szereposztásra kíváncsiak. Hát igaz, a lány elég ügyes. Nem igaz. Hát persze, hogy nem, pocsik. Na. Viktor, muszáj? Igen, muszáj. De csak is a te kedved. Merci. Merci. Nagyon köszönjük, madám, és most jöjjön Viktor. Nem szabad elkésni zenekari próba, ez az átkozott berlini filharmonikusok egy vagyonba kerültek. Isten áldjon, Elizabeta. Úgy táncolsz majd, mint egy angyal. Persze, mint tűz és a jég. Micsoda megkönnyebbülés, hogy teltház van. Szegény Elizabetának éppen erre van szüksége. Ugyan kérem, még ingyen sem tudom elosztogatni jegyek, pedig próbáltam meg. Hát hazugság volt. Viktor, ugyan olyan jól tudja, mint én egy menedzsernek menedzselnie kell. Na, ha ezen túl vagyunk, akkor végeztem balett és jazz. Csak is a jazz és mesztelenség. Josephine Baker, allala! Üres nézőtér. Effini. Mit táncol ma este? Elsőnek a tűzmadarat, az nem olyan nehéz. Utána a bolerót. S ráadásnak a haldokló hattyút. Itt járt a becsis, nagyon érdekli a nyaki. Egészen el volt bűvölve. Persze, az ékszerészeket mindig elbűvöli a valódi ékszer. Manapság olyan keveset láthatnak belőlük. Madame, kérem, én nem akarom, hogy eladja. Bár csak ez maradt meg Szergej hercegtől. Szergej herceg meghalt. És ez egy régebbi korból való, mint ahogy én is. Emlékszem az éjszakára, amikor magának ajándékozta Szentpétervárot. Megfagyott tapsnak nevezte. Szergej herceg fiatal volt, és a fiatal emberek sok butaságokat beszélnek össze és vissza. Én is fiatal voltam. Én pedig elhittem ezeket a butaságokat. Mondd! Elég pénzt kapunk érte? Ki tudjuk fizetni a társulatot? Madám, kérem, én sok pénzt megtakarítottam. Hadd segítsek! Raffa! Nagyon kedves vagy, és én nagyon örülök, hogy te ennyi pénzt megtakarítottál. De csak nem képzeled, hogy elveszem
Rafaella, én már annyiszor meg akartam tőle kérdezni. Miért tartottál te ki mellettem ilyen sokáig? Hisz én olyan rossz voltam hozzá, sőt, kegyetlen. Én állandóan kiabáltam, mert nem volt egy kellemes pillanatod veled. Mondd! Miért tettette? Madám nagy művész. Á, voltam. Madámnak szüksége van rám. És neked? Mire van szükséged, Rafaella? Nekem ki kell cserélnem a szalagokat a cipőjén, különben nem táncolod ma este. Nekem pedig gyakorolnom kell. Grazie, Rafaella. Prego. És? Raz, dva, tri, četiri! Raz, dva, tri, četiri! Hűz és hír, szerintem hűzlek pontos, látva őtől a lélek. Szám, kultár, tovább a taps, ahogy volt, jó kis tánc, örökre élek. Még mindig foglalt a vonal.
Megmondaná neki, kérem, hogy a gépirónia, akit rendel, a halban várakozik. Köszönöm. Jó napot, csinos új arcocska. Hát, a magáé se rossz. Júj, milyen kár a harisnyájáért. Fenébe, biztosan az írógép szakította el. 12 márka egy pár. Akkor ön csak ugyan gépírónő ilyen külsőre? Hát, valamiből fizetnem kell a lapbért. Persze, szívesebben lennék filmsztár, ennék kaviár. Véletlenül nem filmproducer? Sajnos nem. Én is sajnálom. Bocs, hány márkát ér egy angol font? Azt hiszem 18-at. És egy amerikai dollár? 4 vagy 5 márka lehet. És a svájci frank? 1 az 1 pence. Oh, na hát, egész jó éjszakám volt. Jól hallottam, tényleg szereti a kaviár? No, de ilyet? A férfi talált a következő ajtó. Mondjuk holnap délután 5 órakor a sárga pavilonban. Hát, maga aztán tényleg nem vesztegeti az idejét. Remek új bandazenél, ott várok magát. Komolyan? És azt hiszi, ott hagyok csapott papot, és rohanok maga után. És a szépen kérem? Maga sok bajt hozhat egy olyan lányra, mint én. Miért? Maga milyen lány? Aki sokszor csinál butaságot. Én is, túlságosan is gyakran. Akkor holnap délután 5 órakor a sárga pavilonban. Mit láthat benne ő? Mi kelendő? És ami vacak, az vacak is marad a Friedrichstrasse-n. Okéjas vésű nem növeszt fogad, ez ott kis pénz, apró pénzt vissza nem ad. És aki beteg, az meg is keveri, a Friedrichstrasse könyv se bontja lesz, csak elmutatnak. Csak azt kívánom, bánom a tükrömet, hogy szívet épül, szép szőke szőnyegyek, a várkodió.
nem vesz észre, le akarják váltani a beszédigazgatói posztról, ha csak nem tesz csodát. És az egyetlen csoda, ami most segíthetne rajtunk, fúzió az amerikaiakkal Bostonban. Nem válthatnak le ennyi jól profitáló év után, hiszen amikor a feleségem apja... Azok az évek elmúltak, persze. Meg lesz a fúzió a bostoniakkal, vagy sem? Nem tudom biztosan, még nem táviratoztak vissza. Feltétlenül időt kell nyernünk. A mai megbeszélése jelentse be, hogy már megegyezett velük. Azt akarja, hogy hazudjak? Szó sem lehet róla. Képtelen volnék rá. Ez őrültség! Hazároltatja itt cége jobb részvényeit, mintha becses teste erejében altatná a vért, akkor mindent adott semmiért, és semmit sem ért! Én tisztességes ember vagyok. Komoly ember nem tesz így! Aki itt tesz, megbukik! Gondolnom kell a jó híremre. Szimatoljon, puhatoljon, osztanem egy jó vesz, ne bíjíts a félsz, mindenkinek jót tesz, ha mozog a pénz. Nézzen körül egy kicsit, e világ így működik. Jogász létére, hogy tanácsolhat ilyet? Egyszer-egyszer csalni, egyenesen sik, sőt mondhatni kötelező, hazudni kicsit, mások is csak ezt teszik. Mindenki ezt teszi! De én nem! Soha! Jól van, Pressing! Legyen a becsület lovagja! Igenis, az leszek! És veszítsen el mindent! Mondja, mennyit ölt a vállalatába a felesége vagyonából, hogy stabilizálja a részvényeket? 200 ezeret? Majdnem 3-at. Ez őrültség! Elpocsékolt 300 ezer márkát! Veszélyben az állása! És még egy kis füllent is sem mer fölvállalni. Pricing! Bocsánat, ön Pricing úr? Igen, én vagyok Pricing vezérigazgató. Ön rendelt gépírónő? Igen. Én vagyok az. Csak ugyan? A nevem Flemsen. Flemsen. Igen. Lediktálnék néhány jegyzetet a részvényesek ülésére. Nem szeretek fejből beszédet mondani. Jöjjön, lássuk munkához. Szállodai szobában nem dolgozom. Persze, hogy nem. Béreltem irodát. Házas ember vagyok. Akkor nincs mitől tartanom. Távirat, Pricing úr részére! Igen, Pricing. Igen, én vagyok Pricing. Na, fontos információ, már nagyon vártam. Menjen előre, kisasszony, már is megyek én is. Sajnálom, a bostoniak visszaléptek. A franc! Hol volt aztán, hol nem volt, hisz vándorolt a legény. Fakadott egy aljós barjat, tudta a legelején. Ám belátva, hogy partnerének szó nincsen szerény. Kár, kár! Önmagának válaszolt, de tény az, ami tény. Hogy bólintott az ördögi madár. Az egyenes útnál jobb a körbeút. Gondolom, hogy ennyit minden hülye tud. Göröngyös és keskeny az egyenes út. Kinek ügye picit piszkos, körbeúton biztos célba jut. Kár-kár! Mit? Kár-kár! Járj tehát a görbén, bár van egyenes. Abból lesz a törvény, ami sikeres. Igazság a kasság. Nemes a vis, sokkal simább volt a körbe, az egyenes csak gödörbe visz. Ez fix. De hát, mi legyen, tegyem, ne tegyem, mit szólsz ehhez tapasztalt madár? Szívem sejti bár, még egy-két szót vár. Kár, kár, kár! Szolják el naponta, a tengernél szorít, de képzelni sem tud, aki kérdez dolgozik, ez egyik. Napot neked, ó napot éved, életed elnyerít.
rá, hogy ez az én szobám. Vedd le a lábad onnan. Báró úr, a főnököm követeli, hogy fizessen. Itt él Európa legdrágább szállodájában. Hitelbe eszik, iszik, virágot rendel. Tehetségem van a jó élethez. Inkább a fizetéshez lenne tehetsége. Tudja, báró úr, a maga fajtájának becsengettek. Lejárt az idejük. Arra is gondoljon, mi lesz később, amikor már a jó külsejében sem bízhat. Fogadja meg a jó tanácsot, és keressen magának egy gazdag özvegyet. Nem vagyok gigoló. Bravo, bravo! Hát van még egy lehetősége. Igen? Örülnék, ha hallgatna rám, mert a maga módján rokonszenves, és nem szívesen bántana. Tegnap láttam egy nyakéket, amit az Isten is arra teremtett, hogy kövenként adja el. Ekkora gyémántok, és még nagyobb rubintok. Ráadásul itt a szállodában. Egy emelettel alattunk, még lifttel se kéne mennie, báró! Ne fárasd magad, tudom, mit kell tennem. Az a baj, hogy túlságos a úri ember, ez a ma baj magával. Nem a természetemnél fogva vagyok tolvaj, hanem kényszerűségből. És mit szól ehhez, mint kényszerűséghez? Ugyan. Éjfélig legyen meg a pénz, különben elbúcsúszhat az életétől. Oh,
indokolatlan vidéki ember, aki nagy pénzt csinált, és hirtelen elhatározta, hogy élvezni akarja az életet. De nem tudja, hogy nem. És erős azt hiszem, súlyos beteg. Honnan tudja? Amikor egy ember így nyakva két számmal nagyobb a kelleténél, az biztos jele annak, hogy a napjai meg vannak számmal. Persze, hogy táncolok vele. Krigalány úr! Ó, bár úr! Meghívhatom önöket egy koktélra, amikszer ajánlott valamit. Louisianot-nek hívják. Mi az a Louisiana? Vajon kóser? Sajnos én már nem fogadhatom el, percek múlva nyit a New York-i tőzsde. Tényleg magát érteti a tőzsde? Nem, én nem szeretem a szerencsejátékot. Kár? Kár? Ez a sok ember, aki az élet élvezetével tölti a napjait, ahogy ön fogalmazta, bizony mind így szerzi rá a pénzt. Szóval így csinálják. Kringelein úr! Otto! Otto, felkérhetem a következő táncra? Engem? Igen, magát. Bocsásson meg, nagyon gyengének érzem magam. Sokat fogytam az utóbbi időben. Majd bemutatom a Szabónak is. Lehet, hogy a bookmakeremnek is. Köszönöm. Akkor délután 5 órakor az amerikai bálban. Feltétlenül ott leszek. Hát? Hát, akkor csapjunk a lovak közé. De hiszen én még soha életemben nem táncoltam. Amióta nagybátyám meghalt, én vagyok az egyetlen zsidó Friedersdorfban. Kitáncolva vele! Csak a szíve ég, az a kis gép, amit életében alig használt, ami körülötte van, lassan pusztulásnak indult. De a szív még ragaszkodik a jogaihoz. Hát
egyértelmű ajánlatot a bosztoniaktól, és mert a vállalatot az utóbbi időben komoly veszteségekért hív, Racing vezérigazgató úr megbízatását ezennel elfüggesztjük. Kaptam táviratot Amerikából. Megvan a bosztoni fúzió. Gratulálok neki! Látni kísértük a bosztoni úr! Csak! Az amerikai rádiókoncert. Ez most a lehető legforróbb részvény. Aki a múlt héten vett belőle pár százat, most 10 új öltönyt és egy új smokingot lehet magának. Komolyan! Ebben a szalagocskában lehet tudni, hogy mi történik New Yorkban. A szállodában lakik egy amerikai tőzsdeügynök. Miért nem találkozik Mr. Mahennel? Nincs kedve egy kis játékhoz? Úristen! Már megbocsásson a kifejezését, báró úr! Nagyon nem volna kóser, hogy én részvényeket vásároljak, ráadásul amerikai. Higgy el, manapság az egyetlen nem kóser dolog az, ha valaki nem vesz részvényt. Mit árthat önnek, ha megismerkedik Mr. Mahennel? Bár úr, minek nekem a smoking? Legfélebb arra volna, hogy abban temessenek el, nem. Ugyan már, bocsásson meg, nem. A nyaklánc azért a balerinája az 510-esben. Szerezze meg, amíg táncol a színházban. Nem tudok visszamenni a színpadra. Szóljanak a másik lánynak, készülődjön. Madám, még soha nem hagyott a beeladást. Még soha nem táncoltam ilyen pocsékul. Isten, ilyen táncol? Vissza sem tapsoltak! Ez nem közönség, ez egy állatkert. Félig üres állatkert! Hol van a közönség? Hol vannak az emberek? Megváltozott a világ, madám. Kéri elnézést a nevembe. Te mindig olyan ügyes kifogásokat tudsz találni. Visszamegyek a szállodába. Nem tudok tovább táncolni. Még egyszer, kéri elnézést a nevembe. Jó. Megmondom az igazat, madam. Azért jöttem, hogy beszívjam a levegőt, amit ön szív be. Hogy beszívja a levegőt, amit én szívok be? 10 másodpercet kap, hogy jobbat találjon ki. Nem először teszem. Sok éjszaka, sok városban jártam már a szobájában, amíg ön a színpadon táncolt. Rajongója vagyok, madam. Kitartó rajongója. Szeretem ön. Hát ez már jobban hangzik. De amit maga szeretett bennem, az már a múlté. Én ma este táncoltam utoljára. Ezt nem mondhatja komolyan. Amikor ön táncol, ugyanúgy érzek, mint amikor csodálatos zenét hall.
Már bocsásson meg, de maga felismeri a zenét. Német vagyok, ugyanaz a vér folyik az ereimben, mint Beethovenében és Brahmséban. Ó, na mondja csak. Nem láttam én magát valahol. Itt dolgozik a Grand Hotelben? Így is mondhatjuk, vendég vagyok, az ön fölötti emeleten lakom. Ne gyújtson rá, nem bírom a cigarettafüstöt. De hiszen táncol, nem énekel. Vannak nők, akiknek imponál ez a szemtelenség. Én nem tartozom közéjük, tegye el. Bocsásson meg, madám, néha a bolond módjára viselkedett. Az alázatosságot se szeretem. Mikor látott először táncolni? Monte Carlo-ban, a Romeo és Júliában. Az volt az első búcsú fellépése. Hány éves maga? Az igazat akarja tudni? Uh-huh. 29 éves és 29 hónapos. És ön? Már ha nem haragszik, hogy megkérdezem. Én 44 éves vagyok, és 44 hónapos. Miután ilyen őszintén elbeszélgettünk, úgy érzem, hogy az esténk véget ért. Ellenkezőleg, madám. Az esténk még el sem kezdődött. Ki ez itt, mi van itt, Istenem, és milyen sármos? Egyszer csak szobámba kerül egy ifjú. Követtem lépte nyomát, minden úton mit csodalába ért. A Londonból Bécs vártak Párizson át, angol, osztrák és francia voltam önért. A lelkemben táplálván ó reményt, hogy egyszer majd meglát is, meghallgat is, megért. Bámultam őt, mindig tudtam, hogy szép, de hogy így gyönyörű. Ez megrázó mégis, ez váratlan ért. Hisz ragyog bár én sötét, Úristen, mi történt? Hogy volt, hogy van ez, nem értem. Kérje rád a kérlek, hogy hidd nekem, te édes. Nincsen szégyen, nincsen érdem, szívem van csak én. Története nincs, csak is ez a nagy pillanat az élet. Ez az, amikor szent lesz szalator, így lehet a füst ismét látni ismét. Hogy volt, hogy van ez, nem értem, érzem végre most megszülettem. Mit akar? Megmondtam. Nem hiszek magának. Maga olyan fiatal. Nekem van olyan balettcipőm, ami öregebb magának. Na és? Én nem vagyok fiatal. Most azt hiszi, hogy én ezt nem tudtam. Mondtam magának, hogy gyönyörű. Hát a koromhoz képest. A kornak semmi köze a szépséghez. Van olyan nő, aki egyre csak szépül, ahogy múlnak az évek. Ó, Isten! Olyan világos van. Kérem, csináljon egy kis sötétet. Nem, látni akarom.
Mindenét, az arcát, az életét. Minden ott van az arcán, a csodálatos élete. A bátorsága, az ereje, minden áldozata, tapasztalata. Elizabeta, belefáradtam az üres semmit mondó harcba. Es, nincs más, csak ez. Nincs már érdem, nincs már szégyen. Szívem van, csak érted szívem. Más, édes lázas álom. Itt előtted állnom, lángít minden. Hogy van ez, nem értem. Térden állva kérlek, így nekem te édes. Nincsen érdem, itt se szígyen. Téged ki a test, a lélek. Hozzánk más sem érhet, vár a teljes élet.